Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az első osztályú kispályás labdarúgó bajnokságban immár csak két héten át gyűjtögethetik a pontokat a csapatok. A 24. fordulóban még mindig nem dőlt el minden hely sorsa. Az előkelő negyedik pozícióért például a maratonsport és a turullány viaskodott. A városi kispályás labdarúgó bajnokság 24. fordulójában az előkelő helyezések egyikéről dönthet a maratonsport turullány összecsapás. A zöld mezben jobbról balra támad a pályaválasztó maratonsport, és már is a turullány szerez vezetést az első támadásból. Kis Róbert 18 másodperc telt el a mérkőzésből, és a turullány már is előnyhöz jut. Kis Róbert tehát a gólszerző. Tehát, mint mondtam, az előkelő helyezés a tét, hiszen jelenleg a tabellán a turullány a negyedik 36 ponttal, a maratonsport pedig az ötödik 35 ponttal. Így amelyik csapat ma nyer, nagy lépést tesz a negyedik hely felé. A harmadik helyet már nem igazán érhetik el a csapatok. Pontosabban a turullánynak erre még lenne esélye. Hiszen a Breton RT jelenleg a harmadik 42 ponttal. Harall. Fodor szabadít fel hosszan, aztán Magda tudja vissza a labdát. Nézzük a két csapat összeállítását. A maratonsport kapujában egyes számmal Sánta Tibor, a kezdő csapatban pedig hármassal Fodor József, hatossal Szabó Zoltán, tízessel Halmai Tibor, négyessel Emperger és kilencessel. Vég Tamás. A turullány csapatában Kis Gábor a gólvonal előtt, aki egyébként mezőnyjátékosként teljesít meccsről meccsre a turullányban, azonban Fekete Ferenc hiányában, aki az állandó kapusa a kékmezeseknek, így az utóbbi időben ő foglalja el csapata kapuját. Kezdő együttesben 11-essel Para Bálint, 10-essel Kis Róbert, 6-ossal Magda Csaba, 17-essel Karsai Márk és 5-össel Schneider László. Fodor az elmúlt fordulóban a sérültek és a betegség hullám miatt a turullány nem tudott kiállni a Bombon ellen, és ezért mérkőzés nélkül vesztett 3 pontot. A maratonsport pedig tavasszal szárnyal, mondhatni, hiszen remek sorozatot tudhat magáénak a zöldmezes együttes. Karsai, Fodor. A 23. fordulóban maratonsport például 9-3-ra verte a MÁV Gépészet Alba Kerem 57 Kft. Csapatát. A két együttes őszi mérkőzésén egyébként éppen a maratonsport győzött 5-2 arányban. Szabó Zoltán. Schneider szabadít fel, Emperger pedig hazaadja a labdát. Sánta pedig kirúgja a pályáról. A negyedik percben járunk, 1-0-ás turullány vezetés. Egyelőre úgy néz ki, hogy a bajnokság vége előtt 3 fordulóval a maratonsport az egyetlen újonc gárda, amely kiharcolta a
további első osztályutasságot, és már is javítanom kell, hiszen a MVP-szet is ott van a középmezőnyben. A Felita és a Puják BT további Elitligás tagsága még kérdéses. És akik már kiestek, a Szita KKT, alias Volt Süni és barátai, a Cooper SC és a Total Food. Ők tehát a következő idényben az 1B-ben folytatják. Kis Róbert cselezget. Két zöldmezes vette körül. Aral. Kis Róbert teljesen üresen vég lépett közbe, aztán Magda teszi előre, vég. Kis Róbert rálép a labdára, bedobás Emperger, Szabó Zoltán és Paral párharca. Paral jól hozza el a labdát, és aztán vég zár vissza Halmai. Paral ér vissza a helyére, Magda. Halmai, Szabó Zoltán, Schneiderben akad el a labda. Emperger fölé. Szabó Zoltán. Paral lépett közbe. Vég. Nem volt rossz az elképzelés. Demperger egy picit lekésett a labdáról. Magda. Halmai. Paral. Támad a maraton, ennek eredményeként Szabó Zoltán szerzett labdát, aztán végül kapura, de nem találta el. Harsai. Róla megy ki a labda. Maraton bedobás következik. Egyelőre labdára kell várni. Schneider előzte meg Embergert. Paral. Ketten mentek a labdára. Karsai és Schneider a turulány csapatából. Egymást zavarták. Magda. Emberger viszi el a labdát Karsai elől, aztán Szabó Zoltán iramodik meg. Kis Gábor betődött ki a kapujából jó ütemben. Magda, Kis Róbert, Schneider érkezett hátra keresztezni, maraton dobhat. Kis Gábor kivetődik, Schneider pedig kézzel ér a labdába, amely a kapu felé tartott. Sárgalapos figyelmeztetés, 2 perc. Büntetés Schneidernek, és 7 méteres természetesen. Szabó Zoltán helyezi majd le a labdát, de meg kell várni, amíg minden mezőnyjátékos átballag a félpályán. Szabó Zoltán és Kis Gábor egymással szemben, és a csatár kerül ki győztesen ebből a párharcból. 1-1. A 10. percben egyenlít a maratonsport.
Paral. Mádi. Karsai. Szabó Zoltán bedobása, Paral fejeli ki. Fodor egészen hátra kapusáig. Vég. Paralt találja telibe. Nem lehetett kellemes az érzés. Kis Róbert. Karsai. Ne feledjük, ember hátrányban a turullány, Karsai. Szabó Zoltában akadt el a labda. Kapusra Kis Gáborra úgy kellett rászólni, hogy figyeljen a labdára. Szabadrúgás a 12. percben, Kis Róbert levágódik a kikadó sorfalról a labda, aztán Kis Róbert érkezik ismét, és akadályozza meg, hogy indítson a maraton. Györe. Vég indul be, Emperger. Györe. Karsai lépett közbe. Letelt a két perces büntetés, és így visszatérhet a kiállított játékos, de nem Schneider jött vissza a pályára, hanem Magda. Szabó. Halmai. Karsai. Paral. Mádi. Számmal Farkas István váltotta Karsait. Szabó Zoltán. Emperger szép mozdulattal vette át a labdát, aztán lőtt is, de nem találta el a kaput. Mádi. Kis Róbert. Paral. Végíveli előre a labdát, Szabó Zoltán veszi le, aztán lő, Kis Gábor véd. Halmai szöglete. Farkas István szabadított fel. Györe. Vég. Paral. Mádi. Két ember közé. Paral érkezett. Vég. Emperger felé, ismét Paral, aki meghiúsítja a maraton akcióját. Györe. Paral üvel előre, Farkas középre fejeli, aztán Györe húzza ki a labdát. Mádi bedobása következik, Kis Róbert érkezik, nem lövi el egyből, hanem másodjára, és így a kapu mellé trafál. Sánta kirúgása, Paral fejeli vissza, Magda, Kis Róbert, Paral, Emperger majdnem megszerezte. Egy bedobást harcolt ki. Kis Róbert lépett ki jó ütemben. Halmai burítja haza a labdát.
15. percben járunk, 1-1-es mérkőzés állás. Kis Róbert. Magda átlépte, Paral azonban még nem ért el. Majdnem a sorokig. Kis Gábor. Paral. Farkas. Emberger. Szabó Zoltán fejelte ki a labdát, ezért fordulhat a turullány. Magda. Farkas. Emberger. Kis Róbert. Nem tudja bent tartani. Kis Gábor ért bele, szöglet következik. Kis Robert. Farkas állva várta a labdát. Végelőzte meg. Ismét szögletet végezhet el a maratonsport halmai. Vég, Kis Gábor véd. Egy újabb sarokrúgás a másik oldalról most. Megint csak Halmai, aki a labda mögött van. Bedobásra váltja a szögletet. Ez a labda pedig mindenki feje felett elszáll. Magda. Mádi. Kapusnak hátra. Kis Róbert. Véglépett közbe. Mádi. Paral. Magasan előre, Emberger fejeri vissza. Halmai. Kis Róbert. Halmaival küzd, aztán Emberger is odaér, Sánta pedig betűdik a labdára. Szabó Zoltán még bent tartja. A csel is jó, aztán Kis Gábor véd. Újabb maratonsport szöglet következik. Győre érkezik, Kis Gábor remek reflexekkel hárít. Vég, Sántának hátra, Győre. Mádi. Paral. A kapus Kis Gábor is előre húzódik egészen a felező vonalig. Magda, de középre. Vég az, aki belejött a labdába. Paral. Emberger. Szabó Zoltán. Még mindig ő. És aztán Paral vezetheti ki a labdát. Farkas Mádinak hátra. Paral lökte. Véget. És aztán Sipszú után elrúgja a labdát. Emberger. Végvette célba a kaput Kis Gábor védett lábbal. A 20. percben járunk, 1-1 az eredmény.
Farkas. Nádi. Magda. A maraton dobhat. Györe. Picit hosszan szöktette magát. Végviszi el a labdát zavartalanul. Emberger. Egy lövőcsel aztán visszahúzza. Kis Róberbe lövi. Emberger bedobása. Vég zavartalanul fejelhetett, az oldalhálót találta el azonban. Paral. Kis Róbert. Farkas, merre veszi, aztán beteszi lövésre Kis Róbertnek. Nem találta el a kaput. Sánta kirúgása. Szabó Zoltán már nem tudta irányítani a labdát. Farkas. Kis Róbert. Róbert bedobása végfejeli ki, és Szabó Zoltán két lépésből ott hagyja a védőket. Lövése azonban centiméterekkel ugyan, de elkerüli a kaput. Turullány bedobás. Farkas gyorsan elvégezte. Nádi. Gábor, Emberger, Jánosi, kint volt már a labda. Paral, Farkas kéri a labdát. Nem volt pontos az ívedés. Magda. Farkas lábában akadt el a labda, így Szabó Zoltán fordulhat. Kis Róbert lépett közbe. Szabó bedobása, Emberger, Jánosinak fejeli le. Emberger, Kis Gábor ér bele utoljára. Szöglet. Emberger szöglete, Szabó Zoltán elől, Paral, öccinti ki a labdát Magda, kioszt egy kötényt Jánosinak, Farkas mellé. Nádi kísérte volna az akciót a bal oldalon. Szabad rúgás. A maraton sport javára. Kezdődött az első félidő utolsó perce. Jánosi keresi az embert. Pisler. Vég egyből középre. Kis Róbert. Mádi. Sánta vetődött ki. Mádi egy picit hosszan vette át a labdát. Pisler. Kis Róbert. Farkas. Rossz helyre. Vég. Emberger. Kapufa. Megmondom őszintén, nem láttam pontosan, hogy Farkas István pedig Szabó Zoltán lábáról. Pattant a labda a kapufára.
Minden esetre veszélyben forgott a Turul kapuja. Magda. Korall. Már letelt az első fél idő rendes játék ideje. Ezt a támadást még megvárják a játékvezetők. Magda, Sántavéd, Mádi. És így meghiúsul az akció. És vége az első fél időnek. Kis Róbert az első, valamint Szabó Zoltán a 10. percben lőtt góljaival. A mérkőzés állása Marathon Turul 1-1. A Marathon Sport kezdte a második fél időt 1-1-es mérkőzés állásnál. Vég a labdával Tisler. Valamelyest változott a felállás mindkét oldalon. A Marathon Sport csapatában Linklár Gábor, a friss játékos 9-es számol, a Turul Line-ban pedig visszatért 5-össel Schneider és 99-essel Rózsa Csaba, aki a friss embert jelenti a kékmezeseknél. Szabó, Kis Gábor hárította a lövést. Egy labdaszerzés Jánosi, ismét Kis Gábor véd, Szabó Zoltán elől pedig Kis Róbert ment szögletre. Jánosi szöglete. Szabó Zoltán nem tudja lekezelni. Parall. Kihozt egy kötényt, Jánosi, vég. Szabó Zoltán. Parall állította meg a maraton támadását, Jánosi. Vég. Kis Róbert lépett közbe. Végével érül előre Szabó Zoltán. Schneider fogta a kezét, aki félt érdem volt a hatos vonalnál. Szabálytalan bedobás. Winkler belépett a vonalon belülre. Kis Róbert. Parall indul be. Hát ezért futhatott volna. Kis Gábor, Schneider. Rózsa. Vég. Tisler. Winkler vesz ide. Kis Róbert mellett elmegy, aztán remekül lő, Kis Gábor pedig látványos vetődéssel véd. Jánosi bedobása. Schneiderről ment ki a labda, Jánosi ismételhet. Schneider, Kis Róbert húzza ki. Végveszi merre és lepattanás nélkül lő. Harsai. Vég állja útját a labdának. Winkler. Rózsa. Kis Róbert. Szabálytalan. Schneider. Kis Róbert csínybe kapta. Vég. Parall. Jánosi lép közbe, aztán Parall szerzi vissza a labdát. Ismét Winkler a szabálytalan játékos.
kihúzta parallábát. 30. perc, 1-1 az eredmény továbbra is. A második félidőt tehát nem kezdték gyors góllal a csapatok. Sánta kirúgása, Paral fejér vissza, Kis Róbert, Kis Gábor vágja előre, de ez így már kint van. Tisler, Szabó Zoltán, Maratonsport dobhat, Szabó Zoltán át a túloldalra, végnek magas. Kis Róbert, Rózsa, már saját térfelén elveszti a labdát a turul, Szabó Zoltán Rózsáról pattan szögletre. Jánosi. Rózsa. Szögletre ment Kis Róbert, sarokrúgásnál helyezkednek a játékosok, Varsai érkezik, és a zöldmezesek dobhatnak. Kisler, Szabó Zoltán. Schneider. Kis Gábor. Schneider. Paral. Jánosi. A turullány végezhet el szabadrúgást. Schneider. Újabb pontrúgás következik, Szabó Zoltán volt szabálytalan. Kis Róbert lövj el, nem is volt rossz. Sánta ugyan úszott a levegőben, de nem kellett labdához érnie, mert az a kapu mellé vágódott. Paral. Kis Gábor. A másik kapus. Sánta veszi birtokba a labdát. Vég. Winkler. Szabó Zoltán, Winkler kapná vissza. Winkler megtorpant, ezért nem érhette el a labdát. Parad. Kis. Paradhoz kerül vissza. Winkler. Szabó Zoltán lefordul, és aztán a kapu mellé lő. És mutatja Szabó Zoltán, hogy őt bizony lökték. De hát ez nem hagyja meg a játékvezetőket. Kis Róbert. Kis Gábor. Parall. Ellövi keresztbe a labdát. Nem érkezett csapattárs, berobbanó ember. Winkler. Jánosi. Parall, csúnya szabálytalansága. Tisler. Paral. Karsai. Schneider zárkózik fel. Tislerről pattan ki a labda. Kis Róbert. Jánosi állva útját. Winkler fordul le Paralról.
és aztán eltotolyázzák a zöld mezesek. Szabó Zoltán. Most már 4 kék mezes ér vissza. A maraton játékosai pedig nem igazán zárkóznak fel a támadáshoz. Már kint volt a labda. Parall. Rózsa. Kis Róbert. Sai. Vinklár bedobása a Szabó Zoltán küzd Parallal. És aztán a nevető harmadik Kis Róbert érkezik és elhozza a labdát. Rózsa. Középre mozog. Kis Róbert. Nem volt rossz a lövés. A célzás azonban picit pontatlanra sikeredett. Szabó Zoltán. Nem tudja befűzni a túl védőit. Vég egyből lő. Kis Gábornak kellett közbeavatkoznia. Rózsa. Winkler esik el. Kis Róbert. 36. percben járunk, Karsai esik el a hatos vonal környékén, Kisler mellett, mert tovább a játék vég. Emperger. Egészen hátra Tischlernek. Emperger kapja vissza. Kapu felé fordul, aztán átszikázik a kékvezes védők között. Jól teszi be középre a labdát, Szabó Zoltán pedig előre vetődve. Veszélyeztet, de nem találtad a kaput. Schneider. Karsairól megy ki a labda. Tischler bedobása, Szabó Zoltán. Schneider is és Szabó Zoltán is szorgosan használták kezeiket. Schneider. Kis Gábor. Magas a labda. Turul szabadrúgás következik. Winkler lökte a levegőben Rózsát. Kis Róbert Kis Gábornak burítja le, aki előre húzódik, és nem is volt veszélytelen. Sánta vetődött és védett, aztán Karsai a bedobás után ismét Sánta kezében a labda. Sánta kidobása. Parall lelőzi meg Szabó Zoltánt. Vég. Emperger. Keresztbe a labdát. Tischler. Winkler. Tischlernek vissza. Emperger sarokkal tette tovább. Kirúgás. Vég. Emperger mellé. Kis Gábor kirúgása, Rózsáé a labda. Schneider, Rózsa, Kis Róbert zárkózik fel. Lendületből érkezett, lőtt is, de a kapu mellé. Vég. Rózsa szerez labdát, Rózsa, Sánta vetődik ki. Emperger, most már a másik oldalon. Szabó Zoltán, Schneider ott maradt középen. És ezt jól tette, mert így ezzel megakadályozta a maraton gólszerzését. Winkler próbálkozik
de nem sikerül szabálytalankodni a rózsa. Odaérnek, Linkárért vissza. Linkár Gábort kell figyelmeztetni, és aztán gyorsan le is cserélik. Nehogy kiállítás legyen a végén. Győre váltotta. Kis Róbert szöglete rossz helyre, végmozdul ki Emperger. Kis Róbert érkezik vissza és szerzi meg a labdát. Aztán el is adja Szabó Zoltán. Kis Gábor jött ki. Igen, keményen. És lehet, hogy a labdával együtt Emperger lábát is eltalálta. Emperger marad a földön. És a bokáját fájlalja. Lehet, hogy sérülés lett a dologból. Elég komolynak tűnik. Empergert le kell segíteni a pályáról. És úgy néz ki, hogy átadásra szorul a sérült boka. Lány folytathatja a játékot. Szabó Zoltán. Ismét bedobás következik. A 13-as számmal Vörös Gábor Maturul csapatában a pályán. Fiatal játékos. Halmai bedobása, Szabó Zoltán fejelt a kapu mellé. Aral. Schneider felé. Magas a labda. Gábor. A Turulány eddig 23 mérkőzés alatt 11-szer aratott győzelmet, 3-szor végzett döntetlenre és 9-szer szenvedett vereséget. A maratonsport mutatója egy hajszányival rosszabb. 23 meccsből 11 győzelem, 2 döntetlen és 10 vereség. Robert. Magda Sánta vetődik ki, Kis Robert ebbe pedig véglép bele. Vörös. Magda. Fodor. Kis
Kis Robert. 45. percben járunk már. Kis Gábor. Parad. Mire? Kis Robert előzi meg Szabó Zoltánt. Kis Robert még mindig. Kis Robert, de középre. Első van mindenki lába előtt a labda. Parall. Magda. Rossz helyre, vég. Szabó Zoltán. Ketten fogták közre. Kis Robert hozza el Györe elől, aztán végérkezik. Kis Gábor. Parall. Kis Robert, Magda. Most már ízítani kell a csapatoknak, hogyha a három pontért szállnak harcba. Parall. Fodor azonban rossz helyre passzol. Kis Gábor. A labda. Nem volt a vonalon kívül, ezért a trónánynak dobhat. Vörösről ment ki a labda, Szabó Zoltán. Hát, itt a kezezés gyanús lett volna. Lehet, hogy én láttam rosszul. Kis Gábor azonban védte a lövést. Kis Robert. Kis Robert még mindig rengeteget dolgozik. Schneider. Sántáé a labda. Szabó Zoltán. Schneider. Parall. Vörös. Schneider, ez szép volt. Vöröshez passzol, aztán Magdáig nem ült el, Fodor lépett közbe. Schneider. Halmai őrzi, aztán Fodor is odalép. Mehet tovább. Kis Robert. Vörös fölé. Az első lövésbe beletett láb is gondot okozott Sánta kapusnak, aztán a kipattanó labdát már Vörös a kapu fölé lőtte. Kis Gábor. Szabó Zoltán érkezett a keleténél keményebben a kapusra. Így most Kis Gábor fogja a lábfejét. Játékvezetői labda. Előre Szabó Zoltán, Kis Gábor véd a rövid saroknál. Halmai, Szabó Zoltán zavartalanul lőhetett, azonban a labda a kapu fölé szállt. Marad az 1-1 az 50. percben. Minden bizonnyal egy kis hosszabbítás lesz a mérkőzés végén. Emperger sérülése miatt, Parall pedig az oldalhálót találja el. Kis Gábor. Parall. Parall.
Halmai szerez labdát, aztán Paral rúg utána, Szabó Zoltán, Kis Róbert használja a könyökét. Maratonsport szabadrúgás a rendes játékidőn túl. Így akár ez az utolsó lehetősége is lehet a zöldmezeseknek a gólszerzésre. Halmai a labda mögött, elhamarkodott próbálkozás, végbedobása. Szabó Zoltán visszafelé kellett fejelnie, nem tudta irányítani. Magda. Vörös, Paral, Vörösnek vissza, Kis Róbert, Kis Gábor, zöldmezesek dobhatnak, vég, Halmai, Kis Róbertben akad el. Györe, Halmai. 52. percben járunk már. Vörös. Kis Róbert. Magda. Szabó Zoltán. Hol viszi el Schneider mellett, Magdát is lehagyja. Szabó, Kis Gábor véd. Nem érkezett senki, pontosabban Györe ott volt, de lemaradt egy picit. Kis Róbert. Kis Róbert viszi tovább. Sánta jön ki, Kis Róbert fejel a kapu mellé. Gólszerzési lehetőség mindkét oldalon, így az utolsó másodpercekben. Magda. Fodorról vágódik le. Kis Róbert. Schneider. Magda. János érkezik rá, aztán Halmai most már a labdával. Vörös piszkált hátra. Jánosi, Schneider. Kis Róbert, szép volt a csel. 3-2 ellen, és vég. Szerzi meg a labdát Szabó Zoltán, Schneider lép közbe. Nagyon pörög most a játék, így az utolsó percekben, másodpercekben, és vége is a találkozónak. A második félidőben nem született gól, így maradt az 1-1-es mérkőzés állás. Én azt hiszem, hogy igazságos döntetlen született. Az első percben Kis Róbert, míg a 10. percben Szabó Zoltán volt eredményes büntetőből. Így alakult ki tehát a végeredmény. Maratonsport Turulline 1-1. Ezen a héten az előzővel ellentétben minden csapat pályára lépett. Természetesen nem örülhetett mindenki. Két mérkőzésen nem bírtak egymással a csapatok, lássuk az összefoglalókat. A tabella második helyéért harcoló Bretton RT a kiesés elkerüléséért küzdő, ám búcsúzó helyen álló Polyák BT-vel találkozott. Az első félidőben mindkét oldalon sok helyzetet alakítottak ki a csapatok, de a zöld-fehér Polyák volt veszélyesebb. Kemény mezőnyjáték, egy Bretton kapufa és egy kirúgott ablak jellemezte az első 25 percet gól nélkül. Fordulás után a Polyák BT szerzett vezetést, majd a Bretton gyorsan fordított. Ballóék nem tudtak meglépni ellenfelüktől, és a Polyák kihasználva egy emberelőnyt egalizált. Ezután elszabadultak az indulatok és egy kis bunyó, valamint nagy rohanás után az előny ismét az újoncnál volt. A Bretton RT játékosai kitámadtak, és ezt kihasználva a Polyák az utolsó percben megadta a kegyelemdöfést, és 4-2-re nyerte a találkozót. Mi kihagytuk a helyzeteket, ők berúgták. Küzdöttek, jobban akarták egy picit szerintem a győzelmet vinni. Meg is érdemelték a végén. Szerintem teljesen megérdemelten nyertünk. Most is jól játszottunk, mint máskor mondhatom, csak az annyi különbség volt, hogy most nyertünk. Nem kis meglepetést okozott a Szita KKT a 24. fordulóban. A már biztos kieső fehérmezes csapat a középmezőnyben szereplő Csipluszi Atlantis Pubbal találkozott. A kékmezes öregek szereztek két gólos előnyt, majd a kiegyenített játék eredményeként a félidő végére ledolgozta hátrányát a volt Süni.
A második félidőben aztán már egyértelmű volt a Szita fölénye, és ez gólokban is megmutatkozott. A baráti társaság nem volt túl barátságos a korábban szebb napokat látott ellenfelével, és alaposan kitömte Diszlü Péter hálóját. A végeredmény 7-2 a Szita KKT javára. Nem akarunk hivatkozni erre, de a Szabó Józsi sérülten játszott a végamérkőzést is, a Vadászim is. Ennyire tellettük, túlságosan megnyugodtak, hogy múlt héten kiestek. Mi meg úgy éreztük, hogy már benn maradtunk, de hát még matematikailag lehet, hogy van rá esély, mint említetted, hétről hétre. Nagyon kicsi a valószínűség, hát jó héten remélem többen eljövünk, és akkor sikerrel veszik a következő akadályt. Múltkor nagyon lelketlenül játszottunk, a mai meccsen hát szerintem elég jól játszottunk, de az is hozzátartozik szerintem. Nem volt olyan nagy ilyen a mai mérkőzésen, ők se vették annyira komolyan, mi se vettük annyira komolyan, hát ez alakult ki belőle. Mennyire viselte meg a csapat játékosait a kiesés? Hát beszélgettünk már jövőről, úgy néz ki, hogy kiesünk. Hát valószínű, hogy elindulunk a másodosztályba is. Hát baráti társaság, azért látunk össze, hogy futballozzunk, az eredmény másodlagos. A Klubfec a Szépházak 94 ingatlan iroda mérkőzés előtt fennállt a veszélye annak, hogy a bajnokság vége előtt 3 körrel elveszti veretlenségét a bajnokcsapat. A Szépházak ugyanis egyel kevesebb mezőnyjátékossal 4+1-ben vette fel a küzdelmet a bordómezes Feca ellen. A Máriásit nélkülöző Klubfeca hiába szerzett vezetést kétszer is, a fehérmezesek rendre egyenlítettek. A második félidőben a Szépházak játékosai kihasználták, hogy ellenfelük nem figyelt a kontrákra, és előnyre tettek szert. A találkozó vége felé a Feca már 6 emberrel támadt, de csak a szépítésre futott a erejéből, és a Szépházak végül 4-3-ra nyert. Ezen a meccsen többen fejben nem voltak itt. Akkor megláttuk, hogy 4-en vannak az ellenfélben, akkor azt hittük, hogy már megnyertük a meccset. Nem fogtunk embert, nem helyezkedtünk jól, ennek a egyenes következménye volt, hogy kikapunk. És még erre jöttek a súlyos kapushibák. Úgyhogy elég szégyen szerintem 4 ember ellen, még hogyha a bajnok csapattól is, de csúnya ez a vereség. Igyekeztünk védekezni, próbáltunk a kontrákra alapozni. Hát nagy része azért úgy be is jött, ez az eredményből is látszik. Jó mérkőzés volt. Én azt hiszem, hogy igaz, hogy egy emberrel kevesebben voltunk, de ez a mérkőzés folyamán nem látszott. Igazából a védekezésnél akkor, amikor egyáltalán többen voltak, de azért igyekeztünk támadni, tehát teljes mértékben azért nem álltunk vissza, de a kontrák is bejöttek, és hát igyekeztünk az utolsó percig hajtani. Még van 2 mérkőzés, mindegyiket meg szeretnénk nyerni. Két már nyugodtan szemlélődő csapat mérte összerejét, immár utoljára az első osztályban. A Cooper SC és a Total Food is búcsúzik a legjobbaktól, így felszabadultan játszhattak egymás ellen. Az első félidőben nem bírtak egymással a csapatok, a Total vezetése után egyenlített a Cooper. A második játékrészre őrizte lendületét a zöld trikós Cooper SC. Az eddig még csak 1 győzelmet arató Total Food ugyan egyszer egyenlített, de az irányítást nem tudta magához ragadni. A Cooper SC végül magabiztos 4-2-es győzelmet aratott. A kiesés elől menekülni igyekvő Fevita a tavasszal gyengélkedő MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Csapatával találkozott. A sárgamezes hűtőgyáriak szereztek vezetést 2 alkalommal is, majd a vasutasok megfordították az állást. A mérkőzésen a küzdelem és a kapkodó játék dominált. A Fevita nem adta könnyen a bőrét, és a találkozó hajrájára negyedszer is bevette a fekete-fehérek kapuját. Szinte az utolsó utáni pillanatban 7 métereshez jutott a MÁV, és a büntető értékesítésével megmentette az 1 pontot. A végeredmény 4-4. A Bombon 24. fordulóbeli esetleges győzelmével nagyot lépett volna az ezüstérem felé. Azonban a tavalyi bajnok a nem éppen könnyű ellenfélnek számító bádogossal nézett farkas szemet. A fehérmezes Bombon játszott fölényben az első félidőben, és 25 percnyi játék után 1-0-ra vezetett. A folytatásban sem változott a játék képe, a kedvtelenül futballozó bádogos nem tudta megszorítani ellenfelét. Mindkét oldalon alkalmi kapusok, máskor a mezőnyben szereplő játékosok ténykedtek a gólvonal előtt, és a meccs végén a Cukros bácsi körülhettek, hiszen a Bombon 4-1-re győzött. Most végre jobbak voltunk, jobbak játékba, akarásba, mindenbe. Össze is jött. Én úgy érzem, hogy kicsit lelketlenek voltak, de nagyon kellett, hogy le ne csúszunk a második helyről. 1 győzelem kellett hozzá, úgyhogy úgy néz ki, hogy most már ez is megvan. Sajnálatos módon a kapusunk megsérült, komoly sérülés szenvedett. Hát megint cserekapussal kellett játszanunk, bár az nem meccség, mert az ellenfélnél is ugyanez volt. Szerintem itt az megint az a probléma volt, amit szoktam, hogyha nincs itt a
kispadon az a 3-4 cserejátékos, nincs itt a két kapus, akkor morálisan igazándiból feladja a csapatom a játékot, és olyan nem igazán hozzáállás, semmi szinte hihetetlen ilyenkor. Nézzük a 24. forduló eredményeit. Bretton RT, Poyák BT 2-4, C plusz V, Cita KKT 2-7, Klubfeca, Szépházak 3-4, Cooperes C, Total Food 4-2, Fevita, Máv Gépészet 4-4, Bombon, Bádogos 4-1, Maratonsport, Turulline 1-1. A Szépházak 70 ponttal áll a tabella élén, második a Bombon 48, míg harmadik a Bretton RT 42 ponttal. Negyedik a Turulline, ötödik a Maratonsport, hatodik a Máv Gépészet, hetedik a Klubfeca, nyolcadik a C plusz V, kilencedik a Bádogos, a Fevita a tizedik helyen áll. A kieső pozíciókban jelenleg 11. a Poyák BT 29 ponttal, 12. a Szita KKT 25, 13. a Cooper SC 23 és 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B eredményei: Fészeképítők, Truck Trailer 2-2, Fejér Víz, VDA 9-0, Más Tészta, Placbau 1-5, Opsitos, Zöldker 2-1, Hungária Taxi, Ságépítő RT 1-4, Korall, Széphő 8-5, FC Chelsea, Dekkebau 2-6. A tabella élén a Fejér Víz áll 60 ponttal, második a Truck Trailer 59 ponttal, harmadik a Fészeképítők 43 és negyedik a Korall 41 ponttal. Ötödik a Dekkebau, hatodik a Más Tészta, hetedik a Széphő, nyolcadik a Placbau, kilencedik az FC Chelsea, tizedik a Zöldker. A kieső helyeken 11. az Opsitos 26, 12. a Ságépítő RT 24, 13. a VDA 21 és 14. a Hungária Taxi 19 ponttal. Kedves nézőink, a 25. fordulóban, azaz a jövő héten, kedden és csütörtökön a Turulline a Bádogossal, a MÁV Gépészet a Bretton RT-vel, a Total Food a Klubfecával, a Szépházak ingatlan iroda a Bombonnal, a Maratonsport a Fevitával, a Szita KKT a Cooper SC-vel, a Poyák BT pedig a C plusz V-vel találkozik majd. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!